Na sziasztok srácok, a játék, amit bemutatunk itt, az nem más, mint az Everspace 2, a második rész az Everspace-nek. Korai hozzáférés, figyelmeztetés. Everspace 1-ről nem hallottál, nem nézted még meg a videót, amit csináltam róla, akkor egy kis összefoglalót. Az Everspace 1 egy roguelike dolog volt, ami amúgy maga a roguelike zsánerben elég jó volt. Kezdjük előről. Ugye ez a roguelike-nek a legfontosabb lépése. Meghalsz, kezded előről az egészet. Mindent elbuktál, mindent előről. Viszont annyit ők még csavartak az egészen, hogy volt rajtad egy időnyomás, mint az FTL nevű játékban, tehát ha túl sok ideig gyűjtögettél, bányászgattál, vadászgattál mindenféle ellenfelekre, akkor vagy nem ellenfelekre, hanem a másik békésebb bányászokra, mert hogy azt is megtetted, akkor beugrott a helyszínre egy sereg, ami amúgy le tudott nyomni. Úgyhogy ez volt benne az extra, de ennyi. Tehát a világ adott, a repülési modell is adott, az egyéb interakciók, mint a bányászás vagy a fosztogatás, lootolása megvoltak. És ugye egy baj volt vele, hogyha nem lett volna az időnyomás, meg az állandó permadesz, akkor egy kellemes sűrhajós RPG lett volna. Mondhatni, imáj meghallgatásra találtak. Ahogy mondottam, volt korai hozzáférés. Szóval ez már nem roguelike az Everspace 2, hanem egy űrhajós RPG. De akkor miért második rész, hiszen az előző játék izé volt, tehát ez egy kicsit furcsa. De gondolom az Everspace húkot akarták vinni. Na, hogy kihangsúlyozzam a korai hozzáférést, tehát a játék a jelenlegi formájában még nincs kész, viszont már most több tartalom van benne, mint a Star Citizen-ben. Jó, mondjuk azt nem nehéz, tehát ott, ha sokat beszélünk, meg inkább vegyetek hajókat helyett, content egyáltalánok már rég kész lenne, vagy megfixelnék a teszt környezetet, már akkor is előrébb állnának, de jelenleg itt ez az Early Access játékban több tartalom van, mint amennyi jelenleg elérhető a Star Citizen Bakkernek. Mire gondolok itt? Jelenleg, ami nagyon jól látható, az, hogy az átvezető animációk nincsenek kész, csak kb. A forgatókönyv képeit váltogatják. Tehát ezek gyakorlatilag tényleg ezek a képek, ami alapján majd a rendereket be kell állítani, hogy melyik szereplő, meg milyen irányból nézzük, tehát tényleg a storyboard. De már alá meg vannak írva jó szövegek, meg ilyenek. De látszik, hogy ez work in progress, ugye villog is rajta a felirat, hogy ez még készül. Akkor végjátéktől én ugye messze vagyok, de abban biztos vagyok, hogy ott még biztos, hogy lesz egy csomó új helyszín, felszerelés, űrhajó, kellemes utcok. Úgyhogy igen, ez még kész. Mitől a RPG? Na, tehát, úgyhogy szétlősz ugye egy ellenfelet, van rá esély, hogy kiesik belőle loot, kredittől akármit, amit föl kell venni, vagy konténerek, amiket ki kell nyitni, mint ládát, és ki kell venni belőle a cuccokat. Viszont, hogyha olyan felszerelés esik be, amint a hajódra van, ágyú, vagy generátor, szenzor, bármi, ez mint egy ARPG-ben így rögtön, hogy jobb loot esett, akkor gyorsan felszerelem, így regendroppa, így puk, át is pattintod a helyére, és már tudsz is haladni. Kivéve az armor, azt valamiért így nem lehet hotswappelni, vagy csak akkor, amikor sérült és éppen javul. De az a lényeg, hogy igen, mint egy rendes RPG-be. Illetve szintet lépsz, mint pilóta, ami viszont javítja a használt hajónak a fordulását, sebzését, gyorsulását, képességek visszatöltési idejét. Igen, képességek. Hogy azok is vannak. Aktív képességek, passzívok, amik ugye a hajóval járnak, multiképesség, ami a hajóval jár, de az aktív képességeket azt ugye ezt ki tudod cserélni, mint hogyha készülékek mennek. Illetve ha megsérül a hajó, így vannak ilyen kis nanotartályok, amiket ugye be tudsz rakni az akció csíkra, és ugye hozzávaló 1-8-ig gombok nyomkodásával az általában 5 magasságából vannak ezek a dolgok, mert 1-5-ig általában az aktív skillek vannak, de oda rakod a nanotartályt, és ez kb. Olyan, mintha potit raktál volna oda, varázslatot, amit gyógyít, tehát megnyomod, és akkor megjavultál.
mint a potit szürcsölnél. Ugye van, az előbb említettem, egy páncél, ami páncéllemez, amit szintén be lehet pattintani, amit ugyancsak javítani lehet, de marha jó. Tehát ugye addig, amíg azt nem lövik szét, addig az nem a hajót sérül, úgyhogy azért is fontos, hogy marha jó cucc. És még ami egy akció RPG-hez jó lehet, hogy van egy rendes történet végre, tehát nem csak az, hogy itt egy roguelike, menjél tovább, mert hogy hajtanak, hanem történet. Egy rendes mentési rendszer, ugye automatikus és manuális mentésekkel. És ugye ha már történet, akkor vannak rendes szereplők, aminek ugye jól megírt mondataik vannak. Az, hogy hogy néznek ki, ugye jelenleg a storyboard képek alapján jó pofának tűnnek a dizájnok, de majd meglátjuk a véglegesben, de teljesen mindegy, mert a nekik eddig írt szövegek amúgy elég kompetensnek és jónak tűntek. Aztán ugye többféle hajód is lehet. Teszem hozzá, én itt nem tudok nektek nagyon mutatni azon kívül, hogy itt pörgettem az egyik ilyen hajó vásárló állomáson a mindenféle hajókat, de túl drága volt, mert nekem sose volt annyi pénzem. És a másik, ami idegesítő volt, az az, hogy általában buktam volna pajzs visszatöltési időből egy csomót, és így nem vágtam bele. Nem volt annyira előnyös az itt elérhető hajóknak, hogy lecseréljem a mostanit, úgyhogy inkább nem cseréltem le. De az a lényeg, hogy amúgy meg lehet tenni, és valószínűleg egy csomóféle hajó típus és hajó lesz, amit amúgy már lehet festeni is, mert hogy például lootoltam festéket a hajóra, amit még nem használtam, úgyhogy arról még nem tudok mesélni, de az a lényeg, hogy ezt is meg lehet tenni. Másik, ami miatt elég nagy változás az Everspace az előzőhöz képest. Változatos terepek, tehát nem csak az van, hogy űr, még egy kis űr, űr aszteroidával, űr űrhajóroncsokkal, űr nagy űrhajóroncsokkal, és közben más színű nap vagy ilyesmi a háttérben, mert ez a része természetesen megvan ugye az űrjátékok hátulütője. Viszont itt már bolygó felszíneknél is, mint egy vadászgép, repülőgép, itt ugyanúgy tudsz dogfightolni, úgyhogy marha jó. Tehát itt tulajdonképpen az elég nagy váltás. És eddig én mondjuk még csak két különböző ilyen sivatagosnak tűnő bolygón voltam, ugye az egyik ilyen sivatagos bányászállomásos, a másik pedig viszont ilyen hatalmas roncsmező. Picit más színnel, de az a lényeg, hogy itt majd valószínűleg elég sok cucc lesz még, ami bolygó felszíni harcot is eredményez, úgyhogy marha jó, ez tényleg. Tehát ezt ugye legtöbbször hiányoltuk az űrjátékoknál, tehát hogy az EVE Online-ban is gyakorlatilag a tarka pingpong labdák körül szénnél lövöldözzük magunkat, meg néha bemenjünk az állomásra, de soha nem lehetett megközelíteni egy bolygót, meg a bolygó felszínt. Na de itt viszont konkrétan van, úgyhogy van a küldetés, ahol a bolygó felszínen kell egy állomáson beszélni valakivel, aki meg a bolygó felszínen lévő helyszínekre küld ki, hogy menj oda a bányához és ments meg az embereket, meg ilyenek. Tehát, hogy nem csak úgy jól néznek ki a golyók a háttérben, hanem nem egy esetben ott fogsz harcolni a légkörön belül, úgyhogy marha jó. Ez szerintem marha jó. Mondtam már, hogy marha jó. Akkor az előző játéknak is ez már megvolt, de az mondjuk, hogy többféle kameranézeted van, tehát pilóta székből, hogy látod a kapcsolókat, meg az ablakkeretet, akkor mindezt ezek nélkül, tehát amikor csak mint a telebegnél ott az űrbe. Aztán van nézd a hátam nézet, ami közel, mint hogyha a vezérsíkon csücsülő kamerával csinálnád, vagy pedig a nagyon messzire, mint ahogy én általában játszok vele. Tehát ezeket is meg tudod választani, hogy melyikhez van most a legjobban a kedved, úgyhogy ez marha jó. Ugye az egyik legfontosabb az a hattengelyes vadászgép irányítás, mint a Deskemben van a Star Citizenben, tehát az FPS játékosok billentyűzetegérrel szerintem értik, miről beszélek. Ugye jó néhány repülőkontroll, egyéb ilyen Battlefield vagy Planet Side, meg ilyenekben, tehát gyakorlatilag ugye az egérrel forogsz minden irányba föl le, és a többi ugye a WASD-vel megcsinálod a többi manővert, ugye W-vel gyorsítasz, S-vel lassítasz. Tehát aki billentyűzetegére játszik, és FPS-eket játszik, annak ez pont nagyon jó kézre áll, ez az irányítás. Amúgy én ezt nagyon szeretem. És ez azért a kedvencem, hogy nem kell hozzá joystick, ezt azért akarom elmesélni. Elite-ben játszottam úgy a Traktor Beam haverommal, meg a Lemingovicsal, hogy
Szegények tankolták helyettem a rémeket, mert ők ugye rendes joystickkal játszottak, én meg ugye egy billentyűzetek gérkiosztásra szenvedtem. Amúgy tényleg, ha direktben engem támadott volna a hajó, akkor valószínűleg szétlőtt volna, tehát hogyha ilyen fordult elő, akkor visítottam, és akkor jöttek, hogy megmentsenek, mert ők ugye sokkal jobban tudták a manővereket végrehajtani, csak meg amúgy jobb hajóik is voltak. Így idő múlva egy kicsit unalmas lett, hogy én gyakorlatilag így a pótkerékként vettem részt a cuccba, úgyhogy én voltam a host, úgyhogy kicsit elment tőle a kedvem. De szó szerint hátránynak éreztem az irányítást, de nekem ez a kényelmes, ugye nincs billentyűzetegerem, a kontrollert meg nem akartam megtanulni még pluszba. De az a lényeg, hogyha ilyen irányítás jól beállított lett volna az elődben, szerintem mi a mai napig játszanék vele. Lehet, hogy azóta van, majd meg fogjuk nézni, hogy mit fog mondani az új elit kiegészítő, amiben már FPS-be is ki lehet majd menni. Úgyhogy ennyit erről az irányításról, az egyik kedvenc ilyen űrhajó irányítási formám, hogy tudok vele játszani mindenféle egyéb kiegészítők nélkül. Nem mondom, hogy szuper jól, de szerintem elég kompetensen, hogy legalább jól érezzem magam, amikor játszom. Úgyhogy tudom, hogy mit csinálok, és az történik, ami elvárható volt. És ugye már Everspace második rész. Mi maradt az elődből? Ezt föl lehet tenni ezt a kérdést. A jó repülési modell, amit az előbben elemeztem, a kellemes űrhajó dizájnok, nekem az első résszel is pont azért játszottam, főleg mert szerintem tök jól néztek ki azok az űrhajók. Úgyhogy ez megmaradt. Amúgy az Unreal-es űr megvilágítás, amit az előzőben csináltak, ugye ezt itt tovább hozták. Valószínűleg ez még jobb lesz. Illetve a lootolás, bányászat, felfedezés, tehát azok a mechanikák, amik akkor kitaláltak, azok átlettek hozva, és szerintem tök jól működtek. Tehát a bányászatnál is, hogy megvan határozva, hogy melyik pontot lövöd, akkor jön olyan erőforrás, meg ilyenek. Meg tényleg az, hogy nyitod ki a konténert, és kiveszed belőle a cuccokat. Tehát minden, ami ilyen alap dolog megvolt az előző részben, azt áthozták és finomítottak rajta egy kicsit, hogy még kényelmesebb legyen. Tehát tulajdonképpen az elődről, ha lehántod a roguelike permadeath, meg time pressure-t, ami volt, akkor tulajdonképpen már megvan az a játék, amiről szó van. Plusz ugye a felszínen tudsz vadászgépeskedni. Tehát eleve jók voltak az alapok. Úgyhogy ez már csak jobb lesz, úgyhogy ez, ha te azért szereted az Everspace, mert roguelike, akkor most csalódni fogsz talán egy kicsit, de ha pont inkább az űrhajó irányítás, meg a többi, meg a hangulat, meg a kinézet miatt, akkor viszont nem, akkor viszont te szerintem jóval többet tudsz kapni ebből. Aztán emellett amúgy a sok dolog miatt, amit elmondtam, a szereplőkkel például olyan együttműködések is vannak, hogyha hozzácsapódó emberek mindenféle unique perköket, vagy perkeket tudnak adni. Ezekhez neked mondjuk össze kell szedned megfelelő nyersanyagokat, mindenféle fémeket, meg zselét, meg mit tudom én mi a francokat. És akkor plusz új dolgokat lehet megnyitni, például az egyik az volt, amit én eddig kinyitottam, hogy kevesebbet kell fizetni az otthoni bázison a javításért, vagy egy picit messzebbre működik a vonósugaram, ami ugye összeszedi a lootot, úgyhogy nagyon fontos. Akkor a legutóbbi csapathoz csatlakozó szereplőtől azt sikerült kinyitni, hogy a szétlőtt ellenfelek energialabdacsokat adnak maguk után, mivel ugye a fegyverek a blasterek, tehát az energiafegyverek. Tehát nem az ilyen rakéták meg ilyesmik, hanem az energiafegyverek, tehát amivel így lősz. Azok ugye energiából mennek, tehát ezt a megfelelő mennyiséget beletolja a generátor, azt kilövöd, akkor azt újra bele kell tolnia. Viszont ez esetben a szétlőtt ellenfél után az energialabdacsba belemész, akkor az azonnal tölt egy csomót a fegyvereiden, amik ezt az energiát használják. Úgyhogy gyakorlatilag tovább maradsz harcban, tehát ez egy elég jó perk, nekem nagyon tetszik. Én egyelőre ezekkel találkoztam, de ez is azt mutatja, hogy rengeteg jobbnál jobb a tényleg a játéknak a dolgaihoz kapcsolódó értékes perköket fogunk találni. Tényleg nagyon jó irány, nagyon jó, nagyon ígéretes.
hogy elég jó, szerintem, de jól tudjátok, hogy 38 euró ez a korai hozzáférés. És még mindig hangsúlyozom, hogy korai hozzáférés, nem egy teljes értékű játék. Vannak dolgok, amik nincsenek kész, vannak dolgok, amik valószínűleg akár meg is változhatnak, mert ugye gyakorlatilag nézik a srácok, hogy mi hogy játszunk. Ugye a Steam-en lehet látni egy csomó ilyen infót, ha developer vagy. Úgyhogy egy csomó dolgot tudnak finomítani, valószínűleg amúgy nézik is a fórumokat mindenhol. Hogyha olyan visszajelzés van, akkor valószínűleg változtatnak, de az a lényeg, hogy ez még egy készülő játék, de már elég jó. Lásd, stabil, ilyen látványos bugot vagy crash nem láttam, tehát ők gyakorlatilag early access-ben kezdik, nem úgy, mint a most mindenki kedvenc focilasztia, ugye a Cyberpunk, a bugosság szempontjából pedig azért a Bethesda még mindig röhög a háttérbe. De ez a cucc, mondom, én még nem találkoztam, nem azt jelenti, hogy nincs, de nekem vagy szerencsém volt, vagy még nem játszottam eleget, de bug, crash, ilyenekkel nem találkoztam, teljesen jól tudtam vele játszani. De ettől még lehet bug meg crash valamelyik következő patch-el is. Viszont szerintem ahhoz képest, hogy én ugye jó pár ilyen early access játékot már vettem, de jelen esetben azt kell mondjam, hogy ebben a játékban elég sok tartalom van ahhoz, ebben az első elérhető early access buildben. Most van nem egy játék, ami ennél sokkal kevesebben jött ki early access-ben, szóval mondom, nem teljes játék, de ha pont szereted ezt az irányítást, az űrhajózást, az űrhajós akció-RPG zsánert, ami ugye inkább szimulátoros volt, de ez most már egy kicsit ugye arcade-ebb lett, akkor jelenleg sajnos nincs jobb ajánlat a piacon. Star Citizen lenne, de az tényleg egy sokkal kisebb, egy darab naprendszerről beszélünk, és nem mindig működik, sőt, minden patch-el egyre rosszabb, tehát én azért nem tudok játszani. Pedig az irányítás pont nagyon kézre állna. Itt viszont nyugodtan tudok menni előre, csinálni a feladatokat, a küldetéseket, vagy csak elmenni valahol, hogyha észreveszek egy új dolgot, akkor elmenni felderíteni, és attól abból még kiesett egy csomó cucc. Szedhetem a lootot, tényleg tudok olyan játszani, van benne játék alattam. Úgyhogy bátran mondanám, hogyha nem félsz az early access játékokról, van ennyi pénzed, és tetszik, amit itt hallottál erről a cuccról, akkor nyugodtan vág bele, de ezt jó, ha tudjátok, az early access játékoknak egy kis rákfenéje itt a Steam-en, hogy általában a megjelenéshez közel vagy a megjelenéskor drágább szokott lenni valamennyivel, ilyen 5-10-15 euróval, úgyhogy ez is lehet, hogy nem 38, hanem 40 lesz, vagy 45. Nehogy Isten 50, de nem hiszem amúgy, hogy sokkal drágább lesz. De változni fog az ára, tehát ha early access-ben most belecsapsz, akkor neked már megvan. Akkor téged nem fog érinteni az áremelés. Viszont ha megvanod a megjelenést, akkor legalább nem lőtted le magadnak egy csomó dolgot a sztoriban meg ilyenekben, és akkor viszont előről tudod felfedezni ezeket a jóságokat, amit itt az előbb elmeséltem. Úgyhogy így. Tehát ha tetszik az irányítás, a kinézet, tulajdonképpen az alapvető játék, akkor ez egy jó dolog lehet, ha nem most a jövőben, tehát a minimum wishlist-eljétek, ha érdekeltek, rakjátok a kívánságlistára, aztán jó repülést és lövöldözést és lootolást mindenkinek, akit ez érdekel. Úgyhogy ez volt az én kis Everspace 2 bemutatóm. Tulajdonképpen tényleg igyekeztem arra, hogy nagyjából azt meghatározni, hogy mire számíthatok, milyen típusú játék. Tehát lehet, hogy egy csomó apró finomság akár még ki is maradhatott. Tehát, hogyha valaki szintén látta és ez kimaradt, azt nyugodtan írja be a hozzászólások közé, hogy tanuljunk belőle mindannyian. Meg amúgy is nyugodtan írjatok, az csak segíti a csatornát, hogyha a videók alatt hozzászólás van. Könnyebben tudja más embereknek ajánlani. De ez volt ez. Szerintem ez egy jó játék. Így nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Mindenkinek jó egészséget, meg kellemesen napokat kívánok. Majd egyszer elnyávogom, hogy mi a problémám, miért hangsúlyoztam ezt így most ki. Aztán majd hamarosan valami más érdekességgel igyekszem jelentkezni. A jövő hét elég sűrű lesz, amúgy az Xbox Game Pass-os kontrollos videómat elég jó megfejelte az Xbox. Most néztem, hogy miket adtak még a nyakunkba. Desperados 3. Hát marha jó cuccokat kaptunk most az elmúlt héten, és a jövő héten még lesz egy jó pár. Szóval elképesztően jó cuccok jöttek januárban, akárhogy január végére. És a január elején lapos volt, de elég jó cucc. Szóval esélyes, hogy a jövő hét talán sűrűbb lesz, de attól még lehet, hogy szedára valamilyen tartom, még egy kicsit könnyedebb, beszélgetősebb cuccot fogok csinálni. De szombatra ott is lesz egy ilyen velősebb, hasonló cucc, arra lehet számítani. Úgyhogy ennyit előre. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem tetszett, ha tetszett, nyugodtan lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor viszont nyugodtan diszlájkoljátok, nem számít, ahogy érzitek, hogy történt. Viszont ha nem tetszett, akkor is akár a kommentek között meg lehet mondani, hogy mi nem tetszett, hát ha tudok rajta a jövőben változtatni, és segít, vagy csak simán diszlájkoljátok, ahogy tetszik. Aztán a következő videóban találkozunk. Úgyhogy sziasztok, pápá!